Stúdió mai vendége Verez Zoltán plébános, a Karcagi Szent István templom plébánosa. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm, és köszöntöm a kedves tévénézőket. Tavalyi év augusztus 1-től láttál szolgálatot itt városunkban. Eltelt már egy pár hónap. Adja magát a kérdés. Hogyan érzi magát itt Karcagon? Hogyan sikerült együttműködni a karcagi katolikus közösséggel? Hát köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam. Azt gondolom, hogy az első perctől kezdve nagy örömmel fogadott egész Karcag városa, és ezt tapasztalta. Aztán mi van mögötte, nyilván ez később fog kiderülni, de úgy érzem, hogy minden területen, akár a szűk egyházközségben, akár az egész város önkormányzat különböző részei a városnak, a másik egyházak, mint azt mondom, hogy alapvetően pozitív képet mutattak. Én csak pozitívan tudok nyilatkozni az első fél évről. Nyilván a váltás mindig nehéz. Mindig meg kell tapasztalni az elköszönés, a gyász folyamatnak a megélését, és hát az újnak az elfogadását, annak a reményét. Én igyekeztem azt az átmenetet pozitívan megélni. Nyilván 18 évig voltam és az előző helyemen, és hát eléggé kötődtem hozzájuk természetesen, de nyilván mi tudjuk, papok, hogy ezt vállaltuk, hogy amikor az érsek főpásztor kér valamit, akkor engedelmességet hajtunk és megyünk. És hát nyilván nem gondoltam én se Karcagra, egyáltalán eszembe se volt, hogy idejöjjek, de nem igazából nem volt bennem félelem, hiszen úgy gondolom, hogy az élet már annyira megedzett 17 éves korom óta, hogy akárhol megyek, én minőt jól érzem magam. Tehát nem okozott nehézséget. Nyilván a kumentalitást igyekszem megismerni, a birkapörköltet alapvetően szeretem, úgyhogy ez nem okozott problémát. Maximum a diétámmal kell néha ütköztetnem, de egyébként azt gondolom, hogy minden a legnagyobb rendben zajlódott, és átmenet is azt gondolom, hogy elég jól sikerült. Rengeteg feladattal, meg sok-sok ötlettel, amit a Szentlélek sugalt és elindult bennem, úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk. Igen, a pozitív gondolkodás, a jóban való hit, az emberek szeretete, az ugye mind-mind támogatja az úton, és észrevettük, hogy az elmúlt időszakban azért rengeteg program valósult meg. Említsünk meg néhányat ezek közül. Hát ugye, amikor rögtön megérkeztem, rögtön a búcsúba csöppentem bele, hogy Szent István király ünnepébe is, hát nyilván rögtön kellett készülni, hát nem sok minden idő volt rá, hogy felkészüljünk, de aztán szépen megcsináltuk, úgy gondolom, megszervezték az egyháztanácsosok vezetésével, és azt mondom, hogy szépen belesodródtunk az élet sűrűjébe, ugye az iskola nyitás, ugye a Vénészánkta gyerekeknek, aztán szépen nagy kezdtem megismerni a helyzetet, próbáltuk felmérni, miket tudunk csinálni. Nyilván az iskola is adta magát a programokat, hogy mikor mi következzen. Az adventben, ugye különösen a lelki felkészülés jegyében, a karácsony ünnepére való felkészülésben, ugye igyekeztünk valami újat, valami szokatlant behozni, így a Páter Rock zenekart hívtuk meg, ami a délenében nagy sikert aratott a gyerekek körében, sőt a nagyon sok hívő utána mondta, hogy hát ők miért nem tudtak róla, hát mindenképpen vissza kell majd őket hívnunk majd a nagy plénum elé is. Ez egy különleges lelki gyakorlat volt, igen, ugye? Különleges, és miért különleges ez a zenekar? Azért különleges, mert minden tagjuk, tehát a két gitáros, a dobos, meg a billentyűs és az énekes is mind katolikus papok. Tehát működő katolikus papok az egyházmegye különböző részein. És hát ők tanítás is adtak, és közben nyilván egy-egy ilyen beat számmal pedig alátámasztották. Még egy dollár, egy engem is fölcsábítottak a színpadra, és én is beszálltam énekelni. Szóval ez nagyon jó élmény volt azon a gyerekek számára, és hogy hát ez egy kicsit másabb, de az, ami szórakoztatóbb, de ugyanakkor nem jelenti azt, hogy kevésbé volt hangsúlyos, és kevésbé lett volna lelkileg komoly és felemelő. Én azt gondolom, hogy ez is jól sikerült. Aztán nyilván a Betlehemre való készülő, azok a gyertyaültások, azok, hogy mindegyik szép élmény volt.
igyekeztem részt venni, ahol amelyiken tudtam nyilván. Hát a sajátunk volt legutolsó, a negyedik, ugye már teljesen a karácsonynak a mesdjén utolsó napján, ugye, és ott is egy hatalmas nagy ünnepség alakult ki, ahol szépen a győrfis gyerekek tényleg egy megható előadással segítették azon mindenkinek a felkészülést. Aztán csináltunk ilyen egyházközségi betlehemest a templom körül, amit a szél majdnem elvitt, de mégis nagyon sokan részt vettek, azt mondom, a tévében is lehetett látni, hogy tényleg olyan sajátos, élő betlehem jelleggel, azt mondom, hogy na, próbálunk mindig valamit tenni, hogy egy kicsit azért megmozduljon az ember, a közösség, tehát hogy élő legyen. Ne csak a szentmisség, ne csak a kötelező szertartásokon való részvétel legyen, hanem az egész közösség úgy azért lelkileg más-más formában is tudjon, azt mondom, hogy táplálkozni. És nyilván a kultúra az ugye, az nekem nagyon fontos terület, a zene különösképpen, és hát alapból évek óta jó barátság vagyok a Szent Márton Imrével, ugye Szent Martinnal, és ugye rögtön igent mondott a karácsonyi koncert felkérésre, és ugye őt köszönthettük is. Hát igazából mondhatni, hogy teltházas koncert adott a templomban, ami megint azt mondom, hogy nagyon nagy élmény a karcagiaknak, és azt mondom, meg hát nekem mindig, egyedül is meg, ha elhallgatnám egyébként, de nyilván egészen más, amikor egy közösségnek tudunk segíteni ezzel is, hogy a zene, akár a zene hullámosszán is valahol egy tényleg esztétikai élményben legyen része. Beszéljünk egy kicsit a bál részleteiről. Milyen műsort terveztek erre az estére? Hát nyilván, mivel az első keresztény bál, én is még keresem a helyemet ebben, hogy itt kit ismerünk, ki az, akit mire, és nyilván sok minden átfutott az agyamon, de a legfontosabb az, hogy jót szórakozzunk, ezért nyilván az elsőleges az volt, hogy egy jó zenekart találjunk, és nyilván mivel nem ismerem a környéket, nyilván segítséget kértem, és a Happy End Band zenekart ajánlották, aki már többször volt Karcagon, és állítólag sikerrel, úgyhogy őket sikerült megkérnünk. És hát nyilván gondoltam, hogy azért egy ilyen nagy jelentőségű bárra azért valami sztár vendéget is hívunk, aztán egyik kedvencem, nyilván egy kicsit szubjektív a dolog, mert mindig a szervező az úgy csinál, hogy neki jó legyen. Egyik kedvencemet hívtam meg, Homonyik Sándor művészről, is örömmel jön énekelni. És hát ugye nekünk a legnagyobb öröm az, hogy a fővédnökséget a Varga Mihály pénzügyminiszter úr vállalta is, jelenlétével is támogat bennünket, tudom, ez nekünk nagy öröm. Uh-huh. Aztán nyilván egy kis műsort azért igyekszünk beletenni az elején azért, de nem akarjuk túltolni azért, mert azért a bálozáshoz, a táncoláshoz legyen elég idő. A Karcagváros Vegyeskarának kamarakórusa fog föllépni egy rövid kis műsorral, meg a Zbiskó házaspár szintén egy műsorszámmal, tehát csak úgy megvillantani, hogy ez itt ugye a Zoli az nálunk az egyházi, a templomi kis gitáros énekkarban is, vagy a zenekarban is már ott szerepel és segít nekünk, úgyhogy ja, tényleg a mi emberünk, úgyhogy örülünk, hogy őt ilyen értelemben magunkénak tudhatjuk az egyházközségben, és hát őt kértem, hogy ő is mutassák meg egy kicsit magukat, és majd a győrfis lányok, fiúk fogják adni a nyitó táncot. Gyakorlatilag ennyi lesz így a nyitányként is, majd valamikor vacsora után később lesz a művész úrnak a fellépése, éjfélkor tombola, nagyon sok tombola nyeremény lesz, különösképpen kiemelném a fődíjat. Igen, erre akartam rákérdezni, hogy mi lesz a fődíj. Egy hetes szicíliai zarándoklat lesz a Viaszakra felajánlásával. Úgyhogy én azt mondom, hogy minden adott ahhoz, hogy jó szórakozzunk és igényesen, kulturáltan. Pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.